Ugye ennek a mai estének a kettős témája, egyrészt az Álompárok 2 című kiállításnak a megtekintése azok számára, akik nem jártak még itt, azoknak pedig, akik már jártak itt, hogy átvehessék újra ezt a kiállítást. A másik célja pedig, hogy egy kis beszélgetést hallhassanak önök, kedves közönség, Somhenyi Zoltán, Lajta Gábor és jó magam között az Álom a művészetben címmel. Idefele jövet, mondtam a feleségemnek, hogy az lesz az első mondatom itt a megnyitó pár gondolat közül, hogy miért is választottam én ezt az Álompárok címet, mekkora egy tévedés volt. Ha azt lett volna ennek a kiállításnak címe, hogy új képek, akkor beszélgethetnénk a képekről általában. Na de az álmokról beszélni, meg a pláne a páros álmokról, meg a művészet, tehát ez egy rettenetes dolog lesz, de azért igyekszünk, és ebben az igyekezetben az előkészületek olyan intenzívekké váltak, hogy szinte alig aludtunk az elmúlt éjszakákon. Ez elsősorban Lajta Gábor barátomnak köszönhető, aki senkit nem hagyott nyugodni, addig, amíg meg nem fogalmazta szigorúan a 3-3 kérdését a témával kapcsolatban, ki nem választotta azokat a képeket, amelyeket majd vetíteni kíván, majd visszavonatta velük, mert miért pont azokat. Én például beleszaladtam egy Al Magritte képbe, amelyet természetesen ő vett észre 10 perc nézés után, de lehet, hogy csak 5 perc nézés után, és visszadobta nekem kérdezni, hogy én Al Magritte képeket akarok-e vetíteni az Álompárok kiállításon. Tehát szóval, hogy intenzíven ment a munka, és hát ennek a lenyomatát és eredményét szeretnénk most itt átadni ezzel a kis beszélgetéssel. Tehát a téma az álom a művészetben, vagy az álom és a művészet, és az adalékok itt fognak majd megjelenni a képernyőn, és nekünk pedig egymáshoz vannak kérdéseink. Isten bizony nem válaszoltuk meg még nyilvánosan egymásnak az egymásnak föltett kérdéseket, tehát a dolog bármi furcsán hat, a spontanitása valóban spontán módon fog zajlani. Nagyon sok minden ki fog maradni. Nem vagyunk államkutatók, gondolom, de mivel egy tudós művészettörténész és két gyakorló képzőművész is részt vesz a beszélgetésben, talán az álom megjelenéséről a művészetben mégis fel tudunk villantani egy-két használható gondolatot. A kimaradás valószínű elsősorban gondolom az Európán kívüli művészetet érinti, illetve az álom vizuális megjelenését az Európán kívüli kultúrákban, sámán víziókban, ázsiai, dél-amerikai történetekben. Tehát elég nagy terület ki fog maradni, viszont mentségünkre szóljon, hogy igazán az európai művészetet ismerjük jól, másrészt pedig a dokumentálható és megmutatható képanyag az innen áll rendelkezésünkre a legnagyobb mértékben. Amit István említette, 9 kérdést írtunk össze, 3x3-at. A kérdéseket megmutattuk egymásnak, de mivel azért íródtak, mert kíváncsiak vagyunk egymás véleményére, a válaszokat nem tudjuk. Tehát ez a részlet számunkra is kérdés. És már a saját válaszainkat se tudjuk, de egyedül a kérdéseket soroltuk egy bizonyos logikai rendbe, hogy így az önök számára is követhetőbb és összefüggő legyen reményeink szerint a beszélgetés, ha csak nem fullad egy kaotikus álomélménybe, amit persze nem kizárt. Illetve a másik autentikus megoldás az lenne, hogy annyira unalmas mindenki elalszik. Tehát a kérdés így szól. Melyek az álom sajátos vizuális jellegzetességei szín, fény, forma, tér szempontjából? A legjellegzetesebb vizuális sajátosságok az álom, vagy álmaink során az bizonyára az időnek és a térnek a felbomlása. Tehát az, hogy nem egy
szokványos, jól ismert és jól ismertes struktúrált tér és idő viszonylat jelenik meg az álomban, hanem ezt felbomlik, ide-oda ugrunk az idő és tér síkok között, tehát hirtelen a világ másik pontján lehetünk álmainkban, vagy egy pár évvel korábban, vagy jövőben, vagy összemosunk különböző pillanatokat, helyszíneket. Tehát ebből a szempontból ez a két fő dimenzió összemosódik. Egyfajta ilyen szinesztézia jön létre, tehát a különböző érzetek területek összemosódnak. És ráadásul jellemzi még az álmot egy pillanatnyiság, tehát van, hogy csak egy tényleg hát a normál idő szerint néhány pillanatra alszunk el, vagy úgy tűnik, mintha ez így lenne, de mégis egy hosszú folyamatot, hosszú történetet álmodunk végig. A másik fő jellemzője, aminek aztán vizuális hatása is van, vagy a vizualitása is van hatása, az, hogy ugye az álom kontrollálhatatlan, tehát nem tudjuk eldönteni, hogy hogyan alakuljon a benne lévő történet, vagy mi történjen velünk, vagy másokkal az álom során. Ugye ez egy kicsit kapcsolódik az, amit nemrégiben megjelent könyvben Heller Ágnes is kifejtett, ugye az álom filozófiájában, aki ugye megkülönböztette az álom ént és az álmodó ént. Tehát ugye annak ellenére, hogy én álmodok, de nem vagyok tudatában, és nem tudom kontrollálni az álmaimat, még akkor is, hogyha rólam szól, vagy velem van kapcsolatban. A Gábor kérdésében benne lévő vizuális jellegzetességek, tehát ugye hogy az álom sajátos vizuális jellegzetességei melyek, én azt gondolnám itt fontosnak elmondani, hogy az én személyes tapasztalataim, de ahogy a különböző álomtörténeteket hallgatjuk egymásét, barátok, család, stb., ha elmesélünk egy-egy álmot, annak az én megítélésem szerint a színnek és a fénynek van a legjellegzetesebb megjelenése. Tehát arra emlékezünk a legjobban, színekre és fényekre. Azt mondjuk, hogy egy nagyon sötét térben voltunk benne, homályosan láttunk egy épületet, nagyon barnák voltak, meg nagyon szürkék, és abban mozogtunk. Vagy egy hirtelen egy éles fényfelvillanás volt, nem tudom én, megvilágított egy valamilyen jelenséget, és akkor én megpillantottam a nem tudom én mit. Tehát én a formákra, terekre, a magam részéről, a terekre igen, a formákra például magam eléggé kevéssé emlékszem a saját álmaimban. Tehát a vizuális memóriám az álommal kapcsolatban, vagy általában, az elsősorban a színre és a fényre, másodjában a térre, és csak harmadjában a formákra összpontosul. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Neked is idik megválaszolni? Vizuálisan nekem is hasonló benyomásaim vannak. Az az érdekes az álommal kapcsolatban, hogy mindenki csak a saját tapasztalatairól tud beszélni. Hát mások álmait én még nem láttam. Nem tudok belépni mások álmaiba, ami elvileg nem volna lehetetlen, legalábbis például a Castaneda tanítványai azt állítják, hogy nekik sikerült. Erről jelent meg magyarul is egyébként könyv, ami ezt részletesen taglalja. Nekem nem sikerült, tehát a saját álmaimról azt mondhatom el, hogy vizuálisan a jellemzői képlékenység, elmosódó szélek, formametamorfózisok, feltűnés nélkül, magától értetődően, szín nélküliség vagy nagyon lefokozott színek, olyanok, amelyekre nem tudok visszaemlékezni. Képeket majd utána megmutatom. Néha kivételként mégis szép, nagyon szép, tiszta színek, víziószerűen. A forma a tűéles reálistól, bár ez a ritkább, a levegő fátyolszerűségig. Tehát a levegő fátyolszerűségig változik. A tónus 80%-ban szfumátos, mint Leonardo képei. A tér a legkülönösebb. Lehet teljesen reális, például gyerekkoromban, amikor még sok repülési álmom volt, a tér teljesen reális volt, a repülés nem.
lehet filmszerűen változó úsztatásos montázs, de többnyire olyan, mintha állandó dimenzióváltások lennének. És a perspektíva az, ami a legújszerűbb, sorolom például, ami erről eszembe jut, gondolati perspektíva, egymásba csúsztatott mozgó gömb perspektíva, csigavonalas, minden síkon, minden irányban elmozduló, szuperplánszerű közelképek változása. De állandóan változik a nézőhelyzete is. És az az érdekes, hogy a kiszámíthatatlan perspektívák ellenére az álom mindig nagyon erős egységélményt ad. Ezért azok a képek, műalkotások, amelyek erős szembeállításokat, mellérendelő montázsokat alkalmaznak, szerintem ellenkeznek az álom természetével. Ilyet is fogok majd mutatni. Hát most ez egy piranézi kép, az álom kaotikus terére nagyon jó példa, organikusan kaotikus tér. Menjünk itt tovább. Ez Odillon Redon, akit az álom hercegének becéztek. Ez is. Én szerintem ezek az igazán álomszerűek, tehát a saját álomszerűek. Háromból buzol az egyik. Még lehet, hogy lesz. Ez viszont már Alfred Kubin cseszármazású, aki szintén az egész életműve beleírta a prózai életművét is, a regényét, mind az álom körébe sorolható. Ez is Kubin. Még előfordulnak később is vetítem más kapcsán. Hát ugye az erotikus álmok azért a jelentősek, különösen Freud óta tudjuk, de ahhoz nem kell Freud se, hogy megjelenjenek. Ez is Kubin. Ez is. Ezeket én maximálisan álomszerű képeknek érzem. Ez is Kubin, ez is Kubin, és ez is. Ez már piranézi. A két piranézi az álom terére, sajátos terére vonatkozik, ezre az iszonyú sok nézőpontú elcsúsztatott terekre. Egyébként itt a kiállítás képein, Sinkó István képein is ezek a terek megfigyelhetők. Sőt, bocsánat, hagyd legyek egy kicsit személyes, hogy menjünk vissza egy pillanatra erre a piranézire, ha szabad. Ha nem is pont ezt a piranézit, de az a Fal című képen egy piranézi album mal együtt dolgoztunk, tehát vannak olyan motivumok, amik a piranézi grafikákból visszaköszönnek. Én nekem nagy kedvencem volt mindig is a piranézin számomra. Az álomhoz ez nagyon erősen közel áll, holott én nem hoztam piranézit. Piranézi a festők mumusa, mert sokan azt hiszem piranézi álma címmel volt kiállítás. Igen. Ez is, ha jól tudom, igen. Is piranézi. Ez egy reálisabb, de azért elég fantasztikus. Ez pedig olyan sötét, kár. Tulajdonképpen azt látom, hogy az a baj, hogy megvilágítjuk a vászmat. És így pedig ez az egyik legszebb kép. Hát az álom gyakran nagyon sötét. Ezeket nem? Ez The Dream Odillon Redon. És ez pedig szintén Odillon Redon, egy igazán gyönyörű látomásos álom. Ez pedig, nem a mikrofonba beszéltem, bocsánat, Beksinszki, egy... hát meglehetősen őrült lengyel festő, aki a Kubinon kívül a legközelebb került szerintem az álom természetéhez, viszont annak a démoni oldalához is. Lehetne Beksinszkiről is beszélni esetleg majd máskor. Ez is Beksinszki. És vissza. Hogy az álom komponálatlan, a kép komponált, mi a szerepe ez esetben a kompozíciónak? Az álomkép valóban komponálatlan. A mély tudat különösen kevéssé szokott komponálni. És ha valóban meg akarjuk őrizni az álomszerű hatást, akkor dekomponált kompozíciókat kell létrehoznunk. Ez nem lehetetlen persze. A dekompozíció és kompozíció. Rafinált dolog. Úgy kell elrejteni, hogy ne is láncoljon, csak mi tudjuk olyat. Mert egyébként a konstruáltság utólag mint egy tudatos mozzanatként lerántja a leplet az álomról. Vagyis megmutatjuk, hogy hát ezt mit csináltuk. Ha csak részleges az álomábrázolás, erről majd szó lesz a történeti részben, például kívülről látjuk az álmodót is, akkor viszont a kompozíció kép jelentéséhez igazodóan már indokoltabb lehet, hiszen itt nem benne vagyunk egy álomban. Ilyen például a Lovag álma című
Rafael festmény szimmetrikus kompozíciója. Megmutatom még a képeket. Ez egy Kubin, ez igazán álomszerű, nem komponált. Ez is Kubin, álomszerű. Ez viszont már egy Magritte, ami eléggé meg van komponálva. Ez a fenyeget egy gyilkos. Számomra mégis egy rendkívül álomszerű kép. Valahogyan olyan szuggesztív, hogy el tudjuk felejteni a kompozíciót. Nem tudom, hogy, de neki ez sikerült. És ez a lovag álma, ez még szerintem előkerülhet ez a kép, aki itt erény és szenvedély, vagy érzelem. Szorzsókerekben fordítják, között kéne választani a álmában. Ez az, amiről Heller Ágnes írt, majd még beszéljünk erről, mert ez érdekes. Ez pedig egy Beksinszki, nagyon megkomponált, de olyan szuggesztív a környezete is, annyira indokolja ez a centrális elhelyezés a kompozíciót, hogy talán ez is elfogadható álomkép. Kapcsolódnék ehhez, három apróságot fűznék hozzá. Az egyik az, hogy milyen szerepe lehet a kompozíciónak az álmoknál. Alapvetően, ha megvan komponálva egy álom vagy egy vízió, akkor az mindenképpen kapcsolódik szerintem az álom közvetítéséhez, vagy közvetíthetőségének, vagy közvetítési igényének. Tehát valahogy olyan formát akar adni neki az alkotó, vagy a közvetítő, amivel aztán mások számára is érdekes lehet, erre még visszatérünk egy későbbi kérdésben. Érdemes itt egyébként a kompozíció kialakításánál feleleveníteni azt a régóta folyó, minimum lesz régóta folyó vitát, de akár még ebből is vissza lehet vonni, az időben és a térben kibontakozó művészeti ágak egybevetéséről, tehát az álom, bármennyire is ugye azt mondtuk rá, hogy olyan furcsa tér és időkezeléssel dolgozik, de mégiscsak elbeszél valamit, vagy tehát egy narrációba illeszhető, még hogyha az esetleg abszurd, vagy furcsa, vagy nem megfejthető, de akkor is tehát elmond egy történetet, egy folyamatot. Ehhez képest a kép az mindig egy pillanatnyi, tehát egy rögzített állókép, vagy egy statikus dolog, és abba kell bele sűríteni az előtte és a rákövetkező lévő pillanatokat, vagy történéseket. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos szerep van a kompozíciónak. És hát természetesen a fő alakok, vagy a fő mondani valóra való rá irányítása a figyelemnek, ami még fontos lehet, és a kompozíciót nem tudja. Én csak annyit tennék hozzá egy gondolatban, hogy azon azért érdemes elgondolkodni, hogy ez a kompozíció akármennyire indokolt, amennyiben megsemmisíti az álomszerű hatást, akkor viszont ellentolódik. Tehát mindig az adott képre kell megvizsgálni, hogy sikerült vagy nem. Még, vagy szükséges. Vagy szükséges. Igen. Szerintem még ezt föl fogjuk tenni később. Őszintén szóval én, amikor ezt a kérdést magamnak is föltettem meg a barátaimnak, akkor abban gondolkoztam, hogy hát végülis itt van egy kiállítás, amelyiknek ez a címe, és hát azért ez ennek a képeknek egy része dekomponált, hogy az én szerepem ebben mi volt, és az álomnak milyen szerepe volt. És azt kell mondjam, hogy Zolival maximálisan egyetértek abban, ami majd aztán itt újra elő fog bukkanni, hogy egy filmszerű jelenetet, mint az álom, egy történést, mert az álom egy történés, hiába statikus a létforma, az alvás, az egy történés, időben zajlik, hiszen időben zajlik az én alvásom is. Tehát ez az időben zajló álom, amire emlékszünk később, amennyire emlékszünk, azt nagyon nehéz megfogalmazni egyetlen zárt képi formában. A másik pedig, hogy az akkor viszont baj van, mert én nekem vannak azért például ilyen kép emlékeim, amelyeket végül sose festettem meg, amelyek nagyon konkrét álmok voltak. Abban a pillanatban kiderül, hogy ez a konkrét álom, amelyik egy képként jelenik meg, egyetlen vizuális képként jelenik meg, egy nagyon határozott kompozícióval, abban a pillanatban az már nem az álom, hanem az az én tudatos manipulációm arról a vizuális eseménytörténetről, amely az éjszakában megtörtént, vagy az alvás közben megtörtént bennem. Tehát ha valaki meg akarja festeni az álmát, azzal az óhatatlanul egy képet fog festeni.
Ha álmot akar festeni, akkor nem az álmát kell megfestenie, hanem valamilyen más dolgokba kell kapaszkodnia, amely szintén megint csak kép lesz, de akkor legalább megmenti azt, azt az érzetet, hogy ő egy konkrét pillanatot próbál kiemelni egy egyáltalán nem konkrét és folyamatában zajló eseménysorból. De mi van akkor, hogyha sikerül a kompozíció is, és az álom is, mint például sokszor, ha egyetértetek a Redon, Kubin, mások esetében, akkor mi van? Hát nyilvánvaló, hogy sikerülhet természetes, hiszen azért ez egy képzőművészek kezébe kerül a dolog. Úgyhogy nem nagyon, tehát nem elméleti emberek fognak képeket készíteni, hanem képzőművészek. Tehát nyilvánvalóan képet fognak festeni, rajzot készítenek, grafikát, stb. De azt a fajta álomhatást, azt ezzel a tudattalamból, a tudatosba ilyen formában előhívott módon valószínűleg nem lehet megcsinálni. De se a Kubin, se a Magritte, se mások sem, amiket én előhoztam, vagy amiket Zoli képeket választott, ezek nem egy az egyben leképezett álmok. Én inkább erre gondolok. Erre vonatkozik a következő kérdés. De a festészet, mint képalkotásra alkalmas műfaj, meg tud-e jeleníteni maradéktalanul egy víziót, álmot, azaz képes-e álomreprodukálásra? Hát mi már belementünk ebbe, de azért Zoli, akkor... Maradéktalan megjelenítés az szerintem nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem lehetséges. Tehát, hogy egy teljes álmot ugyanúgy nem lehet egy képben megjeleníteni, mint ahogy nem is tudjuk leírni, vagy szövegben megfogalmazni. Valószínűleg sokkal inkább az álomnak a hangulatát, a tartalmát, a mondani valóját tudja valamiképpen a kép közvetíteni. Olykor esetleg még jobban is, mint ahogy az álmodó azt álmodta, tehát kibővítve, tovább értelmezve, újabb részleteket, jelentés elemeket belevíve, tehát ebből a szempontból jól meg tud jeleníteni, de pontosan ugyanúgy nem, vagy valószínűleg nem. Hangulatok, meg a szinesztéziához kapcsolódó elemek ennyire fontosak az álomban. Elképzelhető, hogy az absztrakt művészet az olykor hatékonyabban vagy kevesebb átétellel tudja megjeleníteni egy álomnak a hangulatát, mint egy figuratív kép, de ezt még fogjuk érinteni. Csatlakoznék én is abban Zoltánhoz, hogy maradéktalanul semmiképpen, mert az álom időben zajlik, a képzőművészeti alkotás pedig állókép. De én azt hiszem, hogy mégis a festészet tudhat a leghihetőbben utalni egy álomra, hiszen vizuális eszközökkel beszámol egy inkább képi, mint sem verbális esemény. Sőt, minél abszurdabb, minél fantasztikusabb az álom, a képzőművészet annál hitelesebben adhatja vissza az élményt, az atmoszférát, hiszen bármit képes ábrázolni. Azt elhisszük, mert beszámol valamit, elmesél valamit, a szemtanú hitelességével esetleg. Annál tökéletesebb lehet az álomábrázolás, minél pontosabban adja vissza az álom textúráját, irreális terét, elmosódó tónusait, sejtető logikátlanságát, otthonos otthontalanságát, vagyis a meghittség és a félelmetesség, ahogy ezt Freud nagyon kitűnően elemezte a Unheimi tanulmányában. Tehát annál tökéletesebb lehet. Hogy a film és a fotó ez, hogy viszonyul erre, szintén visszatérünk, hogy vajon tényleg miben tud többet vagy kevesebbet. Még annyit jegyeznék meg, hogy szerintem sok híres álomkép inkább tévedés. A montázs elv, hogy egyszerre látjuk a különféle epizódokat egy álomból, az éppen az álom kiszámíthatatlanságát teszi tökre. Szerintem. Erre mutatok néhány példát. Ez egy Böcklin kép, ami elég pontos, elvileg még lehetne valóságos is, de azért ez már inkább álom. Mint egy előrevetít bizonyos nagyon fantasztikus akciófilmeket is. Tehát képes közvetíteni egy nagyon bonyolult cselekménysort is, anélkül, hogy megtörni az álom egységét.
Na most Dali, itt a Dali rajongókat sajnos valószínűleg nem fogjuk kielégíteni, az az is, ami keveset fog szerepelni, nem beszéltünk össze. Én szeretem bizonyos fokig a Dalit, de, és ő az egyik nagy híres álmodó, de azt hiszem, hogy a legtöbb álomképe vagy álomszerű képe tévedés ilyen szempontból sokkal inkább a hallucináció megjelenítése érvényes a Dalira, és az őrült fantázia, ez egy külön téma lehetne. Számomra nem álomszerűek a képei, néha persze igen, hiszen rengeteg képe van. Ez egy különösen jó példa lehet arra, illetve rossz példa, hogy milyen tévesen lehet, pedig ennek álom a címe valami, valami hosszú. Nem. Ezt nem kísérlem. Az előző volt az álom. Igen, az előző volt az álom, az egyenesen álom volt. Ez pedig egy... Nem tudod fejből, Zoltán? Ott van, csak takarják a lámpák, szóval a gránátalmák megtámadása, stb. Szóval ezen minden van, ami szemfényvesztés lehet, de így ez az álomképre egyáltalán nem emlékeztet, de persze attól lehet egy kitűnő festmény, aki szereti, de számomra ez az a példa... De te nem szereted. Nem az, hát, hanem szerintem itt nem találkozik az álom és az ábrázolás. Ez is egy rossz példa, egy John Anster Fitzgerald, azt hiszem, szerintem rossz példa, vagyis amikor mutatja az álmodót és mindazt, amit álmodik, felsorolja, tehát ezáltal egy ilyen szelíd mellérendelésé válik, ördögök, egyebek, szép nők, ő maga is ott fest, mindenféle, de nem koherens. Ez viszont koherens. Ugye a Kubinnak a félelmetes képessége, aki álomban élt maga is, lehet, hogy valakinek nem olyan hideglelős, mint nekem, azt hiszem, hogy az. Ezt szintén Kubin már láttuk, ugye a vízbe tapicskol, és mögötte pedig ott valami készülődik. Ezt is láttuk, hát ez is elég koherens. Na ez egy érdekes kép, ez többféle Raimondi, állítólag Rafael után, Jupiter és Cupido, de hát azért itt sok minden más is van. Látjuk az álmodót valószínűleg, álmodókat, plusz még sok minden mást. Egy korai példája a remek szürreális együttállásnak, ami már nem felsorolásszerű az én olvasatom. Ez pedig ismét a kitűnő Redon kép. Akkor ne zárod le, ugye? Saját válaszoddal. Tehát provokatív volt a kérdés, nyilván ez már kiderült az előbbiekben is, hogy nyilván nem lehet megjeleníteni maladéktalanul egy víziót. Bocsánat, nem igen? Akarok túltengeni, csak én azt mondtam, hogy szerintem lehet maradéktalanul, és azokat emeltem ki az előbb, amelyek szerintem maradéktalanul. Jó, akkor ebben megosztanak a vélemények. Ettől ilyen demokratikus ez a beszélgetés. Tehát én ma maradéktalanul azt azért iktattam ide bele a kérdésbe, mert úgy gondolom, hogy nem. Tehát töredékeiben felteszem, hitelesen lehet bizonyos víziókat megjeleníteni. Az álom a reprodukálása, ugye az azt jelenteni, amit leírok. De amikor leírom, se tudom pontosan már, hogy az, amit megálmodtam, az valóban úgy volt-e, mert én úgy emlékszem rá. Tehát az emlékképeim, amelyek töredezettek, vagy nem teljesen tiszták, azok nem biztos, hogy pontosak. Ez ügyben én most hoztam nektek is egy kis meglepetés, bocsánat, nem lesz ez hosszú, csak egy muszáj felolvasnom. Ma a Facebookon egy kedves barátom leírta egy álmát. Nem ezért, egész véletlenül megtaláltam. Mai álom. Félkész nyers beton épület, hangár, parkoló vagy irodaház, vonul le az ár, közben kiderül, alul üvegpadló van, de mindenhol, kint a szabadban is, és nem volt szabad alámenni, kéri, így szétszedem darabokra a mopszot, kidobom az arcát a szemétkosárba, gyurmából van, és arra gondolok, neki már jó, mert már nem tud róla, hogy a gyurma arca meg a koponyája most összegyűlt A4-es lapok közt egy szemétkosárban van. Hát ez nagyon pontos leírása egy álomnak, kétségkívül, de azért azt feltételezem, hogy az illető, fiatal ember egy kicsit nyilván hozzáadott a történethez, már csak azzal is, ahogy megfogalmazta. Tehát a szituáció nagyon izgalmas, és
ha nagyon akarnánk, és itten kiadnánk a jelen lévő képzőművészek és képzőművészettel foglalkozó kedves barátainknak, hogy ezt a feladatot oldják meg, hogy ezt fessék meg, vagy rajzolják le, hát azért valószínűleg biztos le tudnák rakni, de mégsem, mert már csak azért is, mert hogy ilyen áttételek vannak, hogy közben kiderül meg nem volt szabad alámenni, azt fessük meg, hogy nem volt szabad valaminek alámenni. Tehát ugye a reprodukálása az álomnak ebben a szinten, ezen a szinten nyilvánvalóan nonsense nekem, de azt a víziót azért megidézni valószínűleg meg lehet. Még egy történetet muszáj elmondjak, ez nekem egy ilyen álomtoposzom, de a történet a toposz igazából, nem az álom. 1982 tavaszán egy ilyen érdekes álmom volt, amit én szerettem volna megfesteni, láttam magam előtt, fölébredtem és mondtam, na ezt meg kell festeni, ezt a képet. Egy ilyen furcsa, állatszerű ember kapaszkodik a földben, mászik és eszi a füvet. Nekem ez miért tetszett, akkor meg nem mondanám, de nagyon tetszett, és gondoltam is, hogy megvan rá egy ilyen szép hosszúkás vásznam, ezt meg fogom festeni, de közben elutaztunk a Fiatal Művészek stúdiójával Kasselbe a dokumentára, és nem hazudok, a második teremben ott volt a kép. Nem festettem meg ezek után, egy kicsit kínosnak éreztem a dolgot, de hát ez valami igazán hihetetlen helyzet, hogy valaki a saját álmát látja más által megfestve. Nem az volt persze, nyilvánvalóan, de annyira direkten jelentek meg ugyanazok az elemei ennek az álomnak, hogy azt kellett gondoljam, hogy innentől kezdve már plágium az én képem, és nem fogom tudni senkinek eladni azt, hogy ezt én álmodtam. De nem is baj. Mert fölösleges is lett volna, mert azt gondolom, hogy ez a fajta megjelenítés így ebben a formában, hiába volt érdekes az az adott álom, nem biztos, hogy valóban azt az eredményt szülte volna, hogy ezt bárki számára akár álomképként, akár egy vizuális élményként megjelenhetett volna. Irányíts! Szerintem megint én jövök. Következő kérdés is a tiéd. Annyit tennék hozzá magamat pontosítva, hogy azok a képek, amelyek úgymond maradéktalanul visszaadták számomra az álmot, természetesen az időbeliséget kivéve. Jó. De hát erre még összetérve. Jó, aztán akkor az a kérdés, és akkor a képeket nézzük már meg most, mert az hozzá valamennyire kapcsolódó. Az álom nem állókép. Lehet, hogy a festészet helyett a film az alkalmasabb az álom képi kivetítésére? Kiválaszoljon rá. Hát válaszol. Ja, akkor Zoli megint, mert szerintem most igen. Ő maradt legutoljára. De közben az én. Nekem nincsenek házi állataim, de hogyha valaki sétáltatott már kutyát, hogy el tudják képzelni, hogy milyen az, amikor itt a sok mikrofon zsinórral, meg egész zsinórral küszködünk, ugye a lábaimba beleakadunk, amikor megfordul a kutyát. Visszatérve a kérdésre. Tehát, hogy a film esetleg alkalmasabb egy álom megjelenítésére, nem vagyok benne biztos az kicsitelenül el lehet mondani, hogy valamivel alkalmasabb lehet a teljesen álló kép, mint tehát festmény vagy fotó, éppen azért, mert hogy folyamatosan nem mondjuk, hogy időben kibontakozó művészeti ágról van szó. Viszont az álom, ugye tapasztalatot tudjuk, hogy annyira szabadon ugrál a különböző síkok és idő terek között, hogy arra még a legalangárdabb film is alig képes, tehát legfeljebb a kísérleti szűrre. Hát vagy nézhetetlen. Filmek, vagy nézhetetlen, igen. Mert ugye az ember egy filmben mindig próbálja a cselekményt, a történést felfogni, a különböző logikai sorrendeket kialakítani, és ugye az álomban az egyik lényeges, hogy ez nagyon rejtetten van benne, ha egyáltalán. Úgyhogy emiatt nem biztos, hogy a film automatikusan jóval alkalmasabb ennek egy álom megjelenítésére, mint az álló kép. Illetve hát a filmből ugyanúgy hiányzik, ahogy a festményből is, a különböző közvetlen érzeteknek a megtapasztalhatósága, amit az álmodó én meg tud tapasztalni. Tehát például az, hogy milyen repülni, ahogy az előző példán is volt. Tehát amikor az ember azt álmodja, hogy repül, akkor tényleg érzi, vagy képes lehet azt érezni, hogy milyen az, hogy jön vele szembe a közeg ellenállás, vagy nekoszt intelligensen.
szóval amikor a levegő jön szembe. Bocsánat, muszáj elmondani, csak azért, mert azért a film sokra képes, gondolj vissza, illetve ne gondolj vissza, akkor még nem értünk. Amikor először vetítettek felé szánkodó mozdonyt, ezt mi is átéltük különböző módon mondjuk, akkor a nézők menekültek és lebújtak, tehát az érzéseket igencsak át lehet élni adott esetben, mert egy idő után már nem tudod, hogy benne vagy-e a filmben, vagy kívül, tehát nem mindig vagy kívül. Nem? Igen, persze, hát főleg ezek a modell technikák, 3D, meg minden, valószínűleg előbb-utóbb fel fogják találni azt, amit igen, meg hogy akkor beskriccelnek majd olyan illatokat, ami népre jár. De szóval valahogy azért mégsem tűnik annyira közvetlennek nekem, mint amikor az ember ténylegesen azt álmodja. De hát ez subjektív is lehet. Nem emlékszem olyan filmekre, amelyekbe be lehetett szinte lépni és bebarangolni. A film talán azért is a legalkalmasabb, mert ugye gondoljuk meg, hogy amikor valaki egy álmot elmesél, és akkor ott voltam, aztán jött, és akkor utána már nem ő volt, hanem állandó metamorfózis, átalakulás, ami az, még az elmesélésben is visszajön ennek a folyamatossága, átélve meg különösen. Tehát ezt a folyamatot az állam fantasztikusan meg tudja mutatni, illetve az a film meg tudja mutatni. Most állóképben filmet az elég nehéz, de aki ismeri, fog rá emlékezni. Néhány olyan filmrészletet mutatok, amely szerintem beléptek az államba. David Lynch, Inland Empire, ez a nyulas szoba. Hát ez egy Fellini, azt hiszem a nők városából, tehát Fellinitől sokat, igazán sokat lehetne, mindenki ismeri. Bergman, a nap vége, amiben van egy nagyon híres álomjelenet, a koporsós, de azt hiszem ez is benne van, már elég régen láttam. Buñuel elátkozottak, de Buñuelnek egész életművének a nagy része álom. Tükör. Igen, Tarkovszky tükör. Bergman szerint Tarkovszky állandóan tetszése szerint kibejárt az álmokat. Ez pedig ismét David Lynch, a Mulholland Drive, az egyik főszereplő, a másiknak az oszló hullája mellett fekszik, de ezt nem tudja, esetleg álmodja. És ezt talán fölismeritek, bár trükkös persona, amikor Liv Ullmann és Bibi Anderson arca egybe kopírozódik, ugye, hogy az álmoknak milyen félelmetes különlegessége mutatkozik itt meg. Amikor látunk valakit álmunkba, és azt hiszük, hogy ő holott nem az, de és nem tudjuk pontosan, tehát azért a film sok mindenre képes. Viszont, hogy kritikával éljek a filmmel szemben, azt hiszem, hogy tehát általában a film képisége, anyagtalan realitása, fragmentális jellege, fotografikus elmosódottsága, az álomban azért van valami fotografikus, ha ezt így lehet mondani. Emiatt eleve megejtően álomszerű. De mégsem hihetjük el a filmnek, hogy álom, mert lefényképezett realitás. És ez a probléma, idézőjelben a filmmel, mert lefényképezett realitás akkor is, ha díszlet, mert tudjuk, hogy az álmot nem lehet lefilmezni, ahogy a Poklodi vagy a Mennyországot se lehet se lefényképezni, lefilmezni, tehát ez becsapás, hazugság. Ez az igazság, hogy hazugság, de olyan, amiben önként éljük bele magunkat. Viszont mivel a film valósága eleve hamis, ezért kiválóan alkalmas arra, hogy szabadon keverje az álmot a valóságra. Mert képtelenség leleplezni. Ez is hamis, meg az is hamis. És ennél fogva Tarkovszky vagy David Lynch szabadon járkálhat ki be az álomból a valóságba. És ez egy újabb dimenziót ad a filmnek. Minden idők legjobb álomfilmese szerintem, aki az álomlogikát tökéletesen megértette, Buñuel. Rajta kívül Fellini, Hitchcock, David Lynch, Bergman, Tarkovszky. És kiváló álomfilm a közelmúltból az Eredet és a Matrix. A Matrix, mint a nappali tudat, mint álom. Az még sok minden más. Az Eredetről neked is igen, a képed, azt igen. Mutassuk meg. Igen, azt most szeretném, ha akkor belennénk a
Tehát ennek a sónak az árásaként én azért is vetettem föl ezt a, pontosan azért vetettem föl ezt a, maradhat ez így ez a három együtt, mert ez látható szerintem. Mind a három kép, ugye kettő filmből, az eredetből van, egy pedig Blake-nek a Jákob rajtorjája. Hát az is egy ilyen furcsa, fölfele haladó tér. Mennyire más a két történet, ugye a képi történet, meg a filmes történet. Az egyik egy elbeszélésnek az átírása, ugye a Jákob álmának az átírása egy képi formában, képi grafikai fogalmakra, ugye Blake ráadásul még ugye egyszerre volt író, festő, grafikus, minden gondolkodó, tehát minden elemében a leképezésének, a gondolat leképezésének alkalmas volt. A film jeleneteknél mind a kettőben, különben mind a kettőben majdnem, nem pont ugyanaz a rész, de majdnem ugyanabban az időben, ahogy megfordul valami, tehát egy másik tér érkezik bele az adott városképbe, ott ugye fölhajlik és visszahajlik, aki emlékszik az eredetre. Az egy nagyon hatásos és rendkívül látványos és nagyon pontos forgatókönyvileg megjelenített dolog. Ez meg egy másik forgatókönyv. Tehát én ott látom a különbséget, nem minősítem az egyiket vagy a másikat, hogy a festészet-e az alkalmasabb, vagy a film-e az alkalmasabb, hanem azt gondolom, hogy mind a kettő leírásokból dolgozik. Olyan értelemben, hogy szöveg alapján halad, vagy hát haladhat kép alapján, mert Fellini is, meg Eisenstein is lerajzolták a film jeleneteiket, meg még sokan mások, Lynch is kétség kívül, hogy még egyértelműbbé váljon a vizuális élmény, tehát nyilvánvalóan a Huszarik, stb. Ők azért ezt rajzban megfogalmazták, de bizonyos értelemben nekem mind a kettő, a képi is, meg a filmbeli álomkép, egy, hát ebben az esetben egészen bizonyosan egy konkrét leírásnak, vagy egy konkrét látvány elbeszélésnek a képi megjelenítése. Ami azt jelenti nálam, legalábbis az én olvasatomban, hogy a film nem alkalmasabb az álomképi kivetítésére, hanem egy más formájában alkalmas a kép kivetítésre. Egy olyan megközelítésben, amelyet ugye a festő a két dimenzión keresztül és a síkon keresztül nem tud megteremteni, bármennyire is szeretne, de ahol viszont, és épp ezért, mert színekkel, formákkal, felületekkel fogalmaz, és ha megnézzük ezt a két képet, ez egy tökéletesen hiteles hiteltelenség. Ez nem hiteltelen, ez egyszerűen egy látomás. Egy látomás látomásszerű feldolgozása. És ilyen értelemben a film erre szinte a legritkább pillanatokban képes, még az általad említett nagy rendezőknél is, én úgy érzem, hogy el tudunk varázsolódni, persze, hát hogy a felében, hát az ember, hát én mondjuk ettől a Lynch filmtől, amelyiket te annyira szeretsz, én úgy elvarázsolódtam, hogy a két részes DVD-ből csak az egyiket bírtam végignézni, mert nem bírtam már követni a történetet, de az álomba tudod követni a történetet? Nem tudom, de ott a fel is ébredek nagy csatakosan, hogyha már nagy baj van. Én meg szeretnék még tovább találni. Jó, no, tehát, hogy ebben látom én a különbséget, tehát nem hiszem azt, hogy a film alkalmasabb az álomképi kivetítésére, de egy más tekintetben, ezzel nem mondtunk most nagyot, nem mondtam most nagyot, de egy más tekintetben szinte azt lehet mondani, hogy direktebb, mint ahogy a festészet ezt meg tudja teremteni egy igazán jelentős művész ecsetje segítségével. Ne vitatkozzál velem. Én nem vitatkozom, még az jutott eszembe, ez részben a film kritikája és apoteózisa is, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az álmaink egy része már nem az-e, amit filmekkel láttunk, vagy ami a filmek hatására jött létre. Fogalmunk sincs, nem tudhatjuk, hogy a film előtti ember mit álmodott, álmodott-e olyat, amiben számunkra már beleszól a film. Én mikor először láttam a Csillagok háborúját, meg a folytatásait, az volt az érzésem, hogy bizony ez már meg fogja határozni az álmunkat. De ez valószínűleg, bocsánat, mert már én is avatkozok egy pillanatra, ez természetes, hogy nyilván a
a római kori ember, vagy a görög ember, az más élményanyagból álmodott, mint a 19. századi, aki a gőzgéppel próbálkozott már szaladgálni. Tehát annak a súlya, annak az élményanyaga, az a változás, az nyilván megjelenik az egyes ember álmaiban. Tehát másképp álmodik a nem tudom én, a brazília őserdőben föl nem fedezett kis népcsoportnak az egyik tagja, másról álmodik, másképpen álmodik, igen, meggyőződésen. Igen, de biztos, hogy ez így van, ugyanakkor bizonyos erőteljes vizuális hatások, akár egyes filmek, vagy különös módon megalkotott filmek, azok azért befolyásolják. Persze, hát ezt mondom, igen. Ezt igen. Én ezt nem ellentétben mondtam, hanem hogy az igazolja azt, hogy bizony beleszól a film. A Titanic álma, vagy a Titanic látvány az egy, most lehet szeretni, nem szeretni, gics vagy nem gics, de egy hihetetlen elementáris látvány, amikor süllyed el a vízbe, a hajó, és én azt gondolom, én sokat álmodtam ilyesmit, nem speciál, nem Titanicot, de mindegy, ilyen süllyedő hajó. Nyilván, hogy a hatással volt rám a film, és azóta már valószínűleg inkább azt az elemet látom az álmaimban, ha nem is tudom konkrétan. Nem ülök rajta, de jó, ennyi. Én nem az élményanyagra gondoltam, ami szükségszerűen... A vizuális élményre. És nem a vizuális élményanyagra, ami más volt az ókori Rómában, és más később mindig, nem láttuk, hogy a gőzmozdulatok. Nem a vizuális élményanyagra, hanem arra a vizuális gondolkodásra, a képzeletnek arra a működésére, amely az a filmekre, egy persze fotóra és sok minden másra jellemző. Tehát én azt hiszem, hogy a filmek egyszerűen a képzeletünket is képesek befolyásolni, és nem a tényanyagot, az érdektelen, hogy most hajó, vagy gőzgép, vagy római harcos van a filmen. Azt, hogy hogyan képzelünk el valamit. Tehát azt hiszem, hogy a fotó és a film előtti ember sokkal inkább a saját benyomásai alapján gondolkodott és álmodott és képzelődött. A fotó és a film utáni ember plusz még az egyéb vizuális médiumok már közben, hát nem mondok ezzel úgy, ez egy külön téma lehetne, ugye, egy pszedó valóság által tovább generált képzelettel rendelkezik. Ezt akartam még hozzá. Ki a következő? Én vagyok a következő kérdező. Van-e absztrakt álom, vagy csak figurális történetszerű? Ugye ezt jeleztük az elején, hogy erre még vissza fogunk térni, úgyhogy most utalok rá, hogy az álmok nagyon sokszor nehezen leírhatók, hogy megjeleníthetők, és sokkal lényegesebb az esetükben a különböző hangulatoknak, félelmeknek, vagy örömöknek a megjelenítés. Ebből a szempontból az absztrakt megformálás sokszor közelebb állhat hozzá, mint a figurális. Illetve azt is gyakran tapasztalhattuk, hogy ha egy álom nagyon rövid ideig tart, vagy annak egy képe csak egy pillanatra villant fel álmodás közben, akkor hiába, hogy figuratív elemekből áll, de sokszor akár absztrakt kép emlékezünk vissza rá, tehát nem tudjuk pontosan elhelyezni térben, kompozícióba foglalni az arányokat, méretegységeket belelátni, hanem csak egy ilyen elsuhanó pillanatnyi vizuális felvillanásként emlékszünk rá, ahol szinte lényegtelenné válik, hogy az figuratív volt-e vagy absztrakt. Én most kénytelen vagyok egy kicsit személyes lenni a kiállításommal kapcsolatban, hogy ugye nekem ez egy alapvető problémám a saját festészetemben is, egy ilyen köztes állapotban vagyok, nem nevezném magam figurális festőnek, nyilván nincsenek is itt olyan típusú képek, de időnként felbukkan egy-egy figura, ugye? Tehát az absztrakt képben megjelenő figura, vagy a figuratív képben megjelenő absztrakt felület sor, ez elég nehezen eldönthető. Tehát én például mondjuk ezeknél a képeimnél, amelyeket itt látni lehet, ezeknek egy nagy része tulajdonképpen, ha tetszik, akkor egy
absztrakt elemekbe ágyazott figuratív, vagy egy figuratív motivumokkal feldúsított absztrakt festmény. És az álomnak ezek a teljesen szenzibilis elemei, amelyek ugye az embert eluralják egyszer-egyszer, azok pontosan ilyen montázsokat. Nem jó szó a montázs, mert az egy ilyen filme, ilyen értelemben filmes, meg ilyen technikai ügyét teszi, de ez nem egy technikai ügy, hanem hogy ezek a rendszerek, amelyek a képben megjelennek, ezek váltakoznak. A festmény képterében is, meg az álom képterében is. És hol látok valami konkrétat, hol pedig csak elmosódott formákkal, fényekre lehet, erről beszélt az előbb Gábor, meg néztünk is ugye azokat a képeket az Odéon Rödönnál, és hát egy Odéon Rödön, azt nem neveznénk egy absztrakt festőnek, aztán mégis, amiket itt láttunk tőle, speciál, egész izgalmas, én sem láttam ezek közül egy csomót, azok mind nyugodtan sorolhatók lehetnének egy ilyen colorfields, vagy akármilyen képi ábrázoláshoz. Tehát én azt hiszem, hogy ez ilyen is állapot, ez a az álomnak az absztrakt és a figuratív része, de ez nyilvánvalóan a felébredés után már más felé halad. Ha el akarok mesélni egy álmot, én életemben egyetlen egy absztrakt képet álmodtam, egy kék képet álmodtam, hál' Istennek azt se festettem meg. Az tényleg az volt, mert ott egy képet láttam. Tehát nem az álomképet láttam, hanem az álomban láttam egy képet, amit én megfestek. És az egy nagyon szép, gyönyörű kékekben megfestett kép volt. Fölébredtem, azt hittem, megfestem, aztán lemondtam róla, nagy önmérséklettel, valószínűleg egy baromi unalmas hülyeség lett volna, de az álomban lévő kép abstrakciója az már az ébrenlétnek a szűrőjén keresztül jelenik meg, vagy fordítva. És azért el akarom mesélni, akkor már történetet mesélek inkább, mint azt, hogy kékeket láttam, meg zöldeket. Te jössz most a... De mivel egy ilyet láttál, ezért azt kérdezenek mind a kettőtöktől, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, és azt, ha jól értettem, vannak absztrakt elemek, vagy hangsúlyok, vagy jellegzetességek, de vannak-e absztrakt álmok? Most hagyd tegyen föl direkt a kérdést. Mert te egyet láttál. De... Hát az nem volt absztrakt álom, az egy kép volt, ja, az kép álomban. Volt, nem, hát az ott valószínűleg volt egy történés, és csak már nem emlékszem. Nem. Te? Nem, csak absztrakt módon tudok rá visszaemlékezni. És hogy meséled el? Nem tudtam elmesélni. Jó, de azért meséltél a kikos álom. És az rendszerint nem figurális, nem történet volt? De igen, hát utána az ember figuralizálja. Hát valakit láttál álmodban, nem egy ismerős, vagy magadat valamit csináltál, az Ivan absztrakt. Egy négyzetet látottam, mint szolgáltam. Szóval... Jó, nem akarom szugerálni, csak szeretném tudni, mert ugye mivel álmokról beszélünk, az ember be van zárva a saját álom szemszögébe, és jó lenne olyasmit is megtudni, amit ő még sohasem látott. Most beszélünk egy óra. De van még időnk? Hát most beszélünk egy órája, ha még 15 percig van tűrőképesség a tömegnek. Hát igen. Aztán ránk törnek, és olyan álmodunk majd utána, akkor, hogy rosszat. Akkor begyorsítunk, most úgyis én jövök. Hát jó, de még én erre válaszolni. Igen. Hát nem kihagyhatom, de nem akkor lemaradtok valamiről. Szóval amit én tudok, annak alapján az álmok 90%-a figurális, vagy idézőjelben most mivel művészetnek, illetve történet. A fennmaradó kivétel az lehet például, amire én emlékszem, az a sajátos rendkívül rossz és ijesztő zuhanás, ami gyerekkoromban álmodtam néha. Egy ilyen teljessége leírhatatlan dolog. Azt később olvastam, ennek a magyarázatát nem emlékszem rá. Az egyik legiszonyúbb dolog, mintha kútba esne az ember, egy absztrakt kútba. Sajátos terület, a betegségekkor tapasztalható lázálom, amit én nem sorolnék egészen a normális álomhoz, mert szerintem ez egy más agyterületet érint, de nem vagyok álomkutató, csak gondolom. Ezek a lázálmok nálam legtöbbször tárgyakba, szavakba, számokba nyilvánulnak meg, és olyan is volt, hogy egyetlen egy képet láttam egész éjszaka, egy álló képet, ami nagyon borzasztó, mert folyamatosan csak azt nézi az ember, közben még lázas is. Holott aludtam közben. Vagy pedig kényszeresen ismétlődő mondatok, érzések,
Tehát ezek absztrakt dolgok. Legutóbb elég sok Mészöly Miklós olvastam, és azt álmodtam, nem voltam lázas, hogy, hogy Mészöly Miklós dolgait rendezi el valaki, és hogy, hogy nem eléggé konstruktív fadarabokba rendeződnek el. Nem is fadarabok, ilyen konstruktív elemek az egész álomban, ezek a konstruktív elemek ismétlődtek, nem volt benne figura. De ez 5-10%. Na most az üres álom, viszont az álomtér maga, az, az már az absztrakcióban nagyon jól megjelenhet, mint egy a háttér. Valamint, csak zárójelben, mert azért sokan közben gondolk, eszükbe juthat sokaknak más is, amiről mi nem beszélünk. A hallucináció, a transz, a vízió, betegség, kábítószer, alkohol, stb. Hatására már lehet sokkal absztraktabb. Illetve ezeknél nem is kell aludni, mert a valóság észlelése is átalakulhat. Tehát ilyenkor a valóság színei felfokozódhatnak, mintákká alakulhatnak, deformálódhatnak, és ezeket például a hippi korszakból elég jól ismerjük, és szerintem az absztrakt festészetnek igazán ez a területe, nem annyira az álom. Ez egy Csutecsun kép, ez egy Henri Michaud, nagy álomszakértő volt, szintén Csutecsun, kínai származású franciaországi festő. Ez Jean Hoyland. Ugye ezek azért ilyen transzvíziószerű dolgok. A Roberto Matta az a, az a chilei származású festő, aki szerintem az álom teret a legjobban megértette és ábrázolta. Ez pedig Larry Poons, ugye ez inkább személy alatti káprázat, de hát lehet kábítószer hatására is, ez szintén egy Matta. Ugye azért álmok, az álmok ilyenek nem nagyon szoktak lenni, mert sokkal inkább történet. Tehát az álmot mindig valaki és egy valaki látja és álmodja. Mitől válhat ez érdekessé mások számára? Hát ez nagyon személyes. Tehát az, hogy, hogy én is álmodok-e olyat, tehát hogy van-e valami közös találkozási pontunk. Lásd az előbb elmesélt történetet, hogy valaki valahonnan érkezett egy kiállítási térbe, és meglátta egy másik embernek az ugyanolyan álmát, amit mit lehet tudni, hogy mikor lehet, hogy ugyanakkor álmodta és festette meg. Másrészt pedig azok az álmok, amiket elmesélünk, hát ugye a nem ismert álmot, nem sok közünk van, de amit elmesél egy másik ember, lásd itt, amit felolvastam, az elindíthat egy személyes gondolkodást, egy személyes történetet, egy személyes felismerést. Hát nyilvánvaló, hogy ebből származik, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, ebből származik az irodalom, ebből származik a képzőművészet, hogy álmokat, meg nem álmokat, történeteket, meg képeket látunk, amelyeket mások láttak, mások is láttak, meg mások is már láttak, és amelyekből mi erőt merítünk arra, hogy a mi képeink is megjeleníthetőek legyenek. Ilyen röviden igyekszem. És akarnék hosszabb lenni, és amivel több képet raktam, ezért óhatatlanul egy kicsit várjunk csak, hogy mitől lesz mások számára érdekes. Igen, tartom, igen. Hatos kérdés. Így van. Ismét ez a különös kép a Raffaello a lovagának. Szóval mitől válik más válhat érdekessé, miközben ezt egy valaki látja mindig? Én sokszor tapasztaltam, hogy milyen rettenetesen unalmas az, mikor, főleg mikor valaki hirtelen elmeséli az álmát, fölébred reggel, házastár gyerek elmondja, hogy mit álmodott, és ő még félig benne van, ő még emlékszik, próbál erősen visszagondolni, fölidézni, még látja maga előtt, de én nem, tehát én csak kicsit kusza szava mondatokat hallok, amelyek akkor nem tűnnek túl izgalmasnak, sőt inkább unalmasnak. Az illető nem nagyon érti, hogy miért nem szívesen hallgatják ezeket a elmeséket. Viszont leírva, főleg ha az már kicsit lecsapódott a lényege, leírva roppant izgalmasak lehetnek ezek az álmok. Most olvasom tőle a Paul Celan álomkönyvét, amiben saját álmait írja le, fantasztikusan érdekesek, és ahogy mondott, hogy az irodalom számára a Mészöly Miklós ezekből nagyon sokat használ. Viszont akkor válik igazán izgalmassá, amikor bennünk is elindít valamit, mert az alapja
a jungi kollektív tudattalan az ugyanaz. Tehát amikor mi is bekapcsolódunk, és ha pedig ez képekbe is meg tud jelenni, az már csak hab a tortán, mert az álomképe pont az a fájó, hogy eltűnik. És szeretnénk rögzíteni. Tehát ha valaki erre képes, akkor az óriási dolog. Tehát ezt teszi a művész. Vagyis egyszerre átadhat valamit a tudatalattiból és a kollektív szimbólumtárból, ami valahol ugyanaz, attól függően, hogy Freud, Jung vagy valaki más elemzi az álmokat. Hogy szaladjak végig egy pillanatra. Most nem tudom, hogy erre most érjek-e ki. Vagy egy óra múlva? Hát... Ugye itt három olyan, ami különbözőképpen adja át, hiszen itt látjuk az álmodót, tehát itt nem vagyunk benne az álomban, de ez attól mégis nagyon mágikus ez a kép, hogy tudjuk, hogy a lovagnak álmába választania kell az erény és az érzelem, vagy szenvedély, az élvezet között, és ez bizony egy óriási kérdés, és elképzeljük ezt a szituációt. Na most jegyzem meg, hát ha nem kerül rá a sor. Heller Ágnes ebben egészen biztos, hogy tévedett, pedig egész filozófiai apparátust hozott föl. Tévedett abban, hogy a lovag nem tud választani, mert álmában az ember nem dönthet. Hát persze, nagy részt szinte sohasem. Mégis vannak olyan álmok, amelyekbe tudunk dönteni. Erről nem csak a Castaneda tanítványai, akik jeles álomkutatók és álom befolyásoló utazók voltak, tudnak beszámolni, ezt esetleg nem hisszük el, mondjuk. De én a saját példámból is tudok, a fiaméból is. A fiam gyerek, különösen gyerekkorában, a gyerek több mindenre képes, nagyon gyakran belépett az álmaiba, és befolyásolni tudta, különböző csíntevéseket hajtott végre. Ezt ma is megkérdeztem tőle, most mikor ide jöttem, hogy biztosan el is sorolta ezeket. Nagyon irigyeltem tőle, mert én ezt ilyen fokon nem tudtam, de nyomokban még én is. Tehát amikor sokat repültem még, akkor igenis tudtam, hogy most az üldözőim elől leugrom, és nem fogom agyonütni magamat, és én leugrottam, és repültem tovább, és még több aprósággal tudtam dönteni. Biztos, hogy a hallgatók, nézők között is sokan tudnának ilyesmiről beszámolni. Ez egy külön terület, de úgy tudom, hogy a pszichológia már igazolta ezt a lucidus álom befolyásolást. Tehát ezért is válik izgalmassá. Erről már beszéltünk, ez pedig megint egy olyan álom, ami azt hiszem eléggé hagymázas álmot tud közvetíteni sokak számára. Következő kérdés? Zoli jön még a válasz, elválaszolom. Jó, hát én csak foglalmatát szerintem is ezek lényegesek, illetve az, hogy ugye nem teljesen önzetlenül azért is akartam ezt megkérdezni, mert az álmon kívül valójában azért a művészettel vagy a műalkotásokkal kapcsolatban is fölmerülhet ugyanez a kérdés, hogy az rendben vagy egy művész megfest valamit, nem tudja az álmát, hanem bármit, de az nekem miért lesz érdekes, vagy bárkinek a kiállítására. Tehát miközön nekem ahhoz a művészet, és általában a jó műveket az jellemzi, hogy az ember megtalálja azt, hogy miért szól hozzá az a mű, és azért érdektelen, rosszul sikerült, vagy esetleg gics képeket azért nem szoktuk általában értékelni, mert nem érint meg, vagy nem érezzük azt, hogy ez számunkra bármiféle mondani valóval, vagy érzelmi, vagy értelmi tartalommal bír. Hát ebből a szempontból az álom akkor lehet érdekes másoknak, hogyha valamiféle olyan egyetemes általános mondani valót is meg tud fogalmazni, vagy a megjelenés által szembesíteni tudja a nézőt, vagy a hallgatót, ami az ő saját egyéni része számára is érdekességgel bírhat. Például Raffaello képén, mert a két út között, az erény és az élvezet közti választás, az mindenki megtapasztalja a saját életében, hogy mindenki majd be folyamatosan ebben a dilemmában él születésétől kezdve. Megint én jövök, ne is nézzétek a lapot. Mert te már tudod. Igen, csak azt mondom, igen. Tehát, hogy milyen álom témák lehetnek, például történelmi, vallásos vagy magántartalmú álmok, és miért tartották ezeket fontosnak a különböző korokban?
közvetíteni, megjeleníteni. Úgy kezdem én. Ha az európai festészet elmúlt 2000 évét nézzük, a végén kapcsolódik. Tehát ha az európai festészet elmúlt 2000 évét nézzük, mondjuk az őskereszténységig, a bizánci művészetig, és onnan máig, akkor azt látjuk, hogy a reneszánszig az álomábrázolás, az ember és Isten túlvilág kapcsolatát, proféciákat, jövendőléseket, isteni üzeneteket közvetített. Vagy olyan álmokat, amelyek a kollektív történetre vonatkoztak, csaták, felfedezések. Ebből az időszakban az utókor számára csak a fontos, vagy fontossá vált emberek, különösen uralkodók, ősatyák, próféták álmai maradtak meg műalkotásokon. Ez azért érdekes. A reneszánszban jelentek meg először olyan álomképi tartalmak, amelyek inkább az ember sajátságos, belső ösztön és érzésvilágát ábrázolták, vagyis a kollektívtől az egyes ember felé haladva. De ezek is sokszor a pokol vagy a mennyország képeiben közvetítődtek, mint Bosch és Michelangelo művei. De egészen a 19. századig zömmel mégis megmaradtak a vallásos tartalmak, hogy aztán a szimbolizmussal és a szürrealizmussal megforduljon az arány, és a vallás csak nagyon ritkán, például a Chagall képet mutatok, majd jelenik meg, és átadták a helyüket a tudatalatti ösztönvilág, főleg a démonok számára, akik meglehetősen eluralták a terepet. Külön terület, ahol a szakrális vagy a mitológia, már a 20. században, a szakrális vagy a mitológiai tartalmak eltorzulva, vulgarizálva, vagy más többnyire szintén démoni oldalra átfordítva jelennek meg. Ezeket a képeket azért megmutatom, mert is szemléletes lesz. Tehát erről már szöknek az emberek. Igen, már melekülésre lett. Lehet, hogy következő előadás. Ezt is mi tartjuk, gondolom. Ez egy nagyon régi kép. Jákob lajtorjája, de egy ókeresztény. Katakomba. Tehát olyan a 3. századbeli. Majd érdekes lesz a Chagall képpel összevetve. Rivéra. Ez már Rivéra, de szintén Jákob. Ugye itt a lajtorja nem annyira jelenik meg. Itt ez már Chagall. Aki elég, ugye azért az eltelt 1700 évvel suhant. Ez a te képed, ezt kölcsönvettem, bocsánat, azért, mert nagyon érdekes lesz, ez egy Veronese kép, mi a címe? Szent Helena. Szent Helena. Mm-hmm. És hogyan profanizálja, közvetettem Francis Bacon, ugyanis, ugye látjuk az előző képen az ablakban a keresztet hozza az angyal, itt pedig a kitekert béköni figura ablakában egy ilyen, hát nem is tudjuk, hogy mi ez. Véres angyal. Egyfajta végzet Moira jelenik meg. Tehát jól mutatja az átalakulást. Ugye ezt is kölcsönvettem tőle, de csak azért, hogy megmutassam, hogy ez ugye a Konstantinus álma. Eljelben győzni fogsz, írta föl Beksinszki ide, és itt a Krisztus korpusz, hát ennyi szóval különösen jelenik meg, és az egész olyan hátborzongató, elemzést igénylő területre megy át, ami ehhez képest bizony a 20. századi borzalmakat is jelenti. Jó, akkor... Mégis döntve. Meg ezt hagyd mondjak én is hozzá egy mondatot. Csak ha egy pillanatra én képeimhez visszamegyek, ott még volt egy Jákob lajtója, ha még emlékeznek rá, Blake történet, hogy ez mennyire ezt a Gábor által ugye ügyesen magában tartott képanyagot itt szépen kiegészítheti, mert ez is egy Jákob lajtorjája, egy egészen fantasztikus időút, vagy időkapu, vagy egy bármi nevezhetjük, tulajdonképpen a grádicsok ezek. Ez a létra ebben az esetben lépcsővé változik. Nekem ez egy nagyon kedves képem, olyan szempontból, hogy nekem a létra, meg a lépcső mindig is egy fontos eleme volt a képeimnek. Tehát visszatérve arra, az álom téma
az azért volt fontos, mert a megálmodott történetet is meg lehetett jeleníteni, itt most főleg ilyenokat láttunk. A másik pedig az, hogy az ember számára ezek a toposzok, vagy archetipusai az álmoknak, ezek nagyon jól kifejezhetik az egyes koroknak a gondolkodás módját is. Ez egy tipikusan köztes időszak. Ugye a Blake képe, ugye egy 18.-19. századi átmenet, amelyikben még a romanticizmus is megjelenik már, de még ott van a múlt, meg ott van a gótika, meg ott van az őskereszténység is, és az egésznek a misztériumát egy egyetlen képben fogalmazza meg, és közben egy konkrét álmot, ugye ott van lent különben Jákob, amint ott álmodik, még illusztrális ráadásul, tehát egyszerre illusztráció, és ugyanakkor egy önálló alkotás. Igen, én is úgy gondolom, hogy különböző típusú közlések és kötési szándékok vannak, különböző okokból lehetnek fontosak. Ugye egyrészt érdemes különbséget tenni a valódi és a fiktív álmok között, tehát például egy irodalmi műben, ahogy említetted is, ugye a reneszánsz óta egyre fontosabb lesz a személyes álmoknak a formálása. De ezek sokszor például, hogyha egy irodalmi műben, egy színdarabban vagy regényben szerepelnek, akkor ez nem egy valódi álom, hanem az író által kitalált álom, amit valamelyik szereplőjének a fejébe vagy az alvásába tesz, és utána az előmozdítja a cselekményt ebből a szempontból álomszerű, de nem valódi vagy nem hiteles álom. Ugyanakkor természetesen egy nagyon sok évszázadon keresztül, a keresztény művészetben a bibliai történetekben szereplő álmok pedig a krisztológiai szempontból válhattak fontossá. Itt igen, akár ennél vagy a következő, inkább a következő kérdés mondsítném el őket a képeket. Mind a hármat, amit hoztam, úgyhogy föl is olvasom, és akkor addig jó, igen, az is még enyém. Hogyan hathat az álom közlésének vagy közvetítésének igénye a megformálásra? Milyen összefüggések lehetnek az álom megjelenítésének módjai és céljai között? Igen. Akkor visszaugrok. Három kérdés. Igen, ezzel szeretném kérdezni. Az egyik kedvence általában képem. Bizonyos szempontból kivétel is az előzőekhez képest, mert egy szoborról készült fotó, egy Gisle Bertus nevű francia-románkori szobrásznak a munkája 1120-30-as évekből, egy oszlop fejezet, ahol hát természetesen a három királyokat láthatjuk, zseniális a dolog. Ugye első pillanatban azonnal ráismerünk a három királyi történetére, aki a Bibliában olvas az eredetit, az persze tudja, hogy ugye nem tudhatjuk, hogy ezek hárman voltak és királyok, mert mindig napkeleti bölcsekről volt szó, úgyhogy lehet, hogy kettő, vagy lehet, hogy 800, minden esetre abból aztán a néphagyomány alapján lett három királyok. És ugye az a híres történet, amikor keresik a megszületett, megváltott és nem találják, és akkor az angyal mondja neki, hogy kövessék a csillagot. Ugye a középkori művészetnek a nagyon redukáló, viszont semmilyen lényeges elemet ki nem hagyó formálási módját láthatjuk. Ugye minden lényeges elem rajta van, az angyal, a három királyok és a csillag, amire rámutat. De nagyon szeretem azt a bájos, szinte naív megformálását, ahogy a három király együtt alszik egy ágyban, ugye a hosszú vándorlás során azért visznek magukkal egy ágyat, egy takaró alatt, az egyik még egy kicsit át is öleli a másik kettőt, és ami különösen izgalmas, hogy koronában alszanak, ami én ugye még nem voltam király, és elég valószínű, hogy nem is leszek, de úgy gondolom, hogy mintha a szemüvegesek is éjszakára leveszik a szemüveget, szerintem egy koronát is azért ezt le kéne venni. De itt ugye ezt nem engedhették meg, mert fontos volt jelölni, hogy ők a három királyok, tehát hogy még véletlenül se tévessze össze, aki mondjuk 6-8 méter mélységből nézi az oszlop fejezeten lévő alakokat.
Itt ugye egy pár évszázaddal később Piero della Francesca az egyik legfontosabb reneszánsz, vagy kora reneszánsz itáliai festő, 1450-es, 60-as évekből Nagy Konstantinálmát jelentette meg, ugye a római császár, aki a Milvius hídi csata előtt látott egy látomás, egy álmot, ahogy tettük az előbb, hogy fogsz így novincés, tehát eljelben győzni fogsz, egy keresztet látott, és akkor megértette, hogy azt gyorsan föl kell festeni a pajzsokra, meg fölvarni a ruhákra, és valóban meg is nyerte a csatát, és utána hát ez egy fontos fordulópont volt a kereszténység életében, és hát kiadott egy, ma úgy mondanám, mondjuk, hogy türelmi rendeletet. Ami nekem nagyon érdekes volt ugye megformálással kapcsolatban, hogy ugye a főszereplő az az alvó császár, illetve a föntről érkező angyal és az a picike kis kereszti jel, de mégis szinte eltűnik a háttérben a császár, tehát igaz, hogy világosabb tónusú, mint az előtérben lévő katonák, de mégiscsak majdnem, hogy eltakarják a katonák, tehát egy nagyon erős fényárnyék kontraszt van olyan, amit legközelebb majd csak Caravaggio-nál vagy a barokk művészetben fogunk látni, tehát ebben a korban még elég ritka, hogy ennyire erős tónus különbségek tűnnek föl, illetve az, hogy így elrejti, vagy látszólag elrejti a fő alakot, ugye be van takarva az egész, mert ugye fázik éjjel, és a jobboldali szolgálónak a jobb könyöke az arcából is elég sokat kitakar, úgyhogy kifejezetten keresnünk kell, hogy megtaláljuk a főszereplőt. Ha valakire, akkor inkább az előtte lévő, úgyhogy az álmát őrző, könyöklő katonára irányul a figyelmünk, aki hát ebből a szempontból mindenképpen mellékszereplőnek tekinthető, de mintha ő lenne a fő helyzetben. És akkor itt három összefüggő képet akartam még mutatni. Ugye ez az előbb már emlegetett Marc Antonio Raimondinak egy metszete, ahol Szent Helénát mutatja, ugye, aki a álomban tudta meg a jó hírt, hogy ő fogja megtalálni Krisztus keresztjének egy darabját, vagy erekjéjét. Ugye az ablakon keresztül látjuk azt, amit ő álmodik, tehát az álmodót és az álom témáját is láthatjuk. És utána ezt aztán feldolgozták, ez nem az, itt van, igen. Feldolgozta Veronese is két verzióban, néhány év különbsége az 1570-es években, és aztán 80-ban még egyszer, de nagyon különböző módon, tehát az alapelemek megmaradtak, de itt egy nagyon finom ilyen narancsos, barnás tónusokban tartotta az egész képet, és hát egy hatalmas kereszt érkezik az ablakon keresztül. Viszonylag gyors ecsetvonásokkal elkente a ruházatát, és ehhez képest itt rendkívül gazdagon, szinte mint egy 19. századi akadémista festő olyan részlet gazdagsággal dolgozta ki a jóval elegánsabb, díszesebb ruházatot, mindenképpen az dominálja a képet, és ehhez képest a éppen csak a képre ráférő angyal az szinte bele vész, vagy elvész mellette. István? Erre akkor még válaszol? Igen, hogy hat az álom közösségnek közvetítésének igénye megformálása. Én... És milyen összefüggések lehetnek az álom megjelenésének módja és célja között? Megint csak a magam példáját tudom hozni, most nem speciál a képeimben, amiket itt az én képeimben hoztam el, és majd egyet majd később bevetítenék, és ez tulajdonképpen egyben az árása is lenne az én képeimnek, hogy az álom megjelenítésében, ugye mi általában ilyen illusztratív elemeket látunk. Látjuk az álmodót, zömmel az álmodót, ugye ilyeneket hozott most Zoli is, és nekem is elsőre ezek bukkantak, nem igaz, először három képet akartam hozni, amelyeknek semmi köze nem volt ahhoz, hogy hogyan álmodnak az álmodók. De végül is azt kell mondjam, hogy az álmodónak a szerepe az, a képben az egy elég fontos rekvizitum, amelyik értelmezi azt a pillanatot, amikor valakinek jelenése van, mert az álom egy jelenés valamilyen módon, és ezt a jelenést pedig valamilyen szimbolikus figura, vagy forma, vagy szín adja meg. Mégis meg kéne talán keresni ezt a Rembrandtot, azt az egy Rembrandt képet, mert abban az elég jól rajta van ennek az egésznek. Ez vagy a másik Rembrandt. A Budapestit.
Ez melyik most, nem tudom, más köszön. Ezen semmit, de ez nem az. Hát tulajdonképpen ez is jó. Végül is jó ez is. Most ebből a pillanatban nem akarjunk nagyon... Hogy ott van az álmodó, hát de így, igen. Ott van az álmodó, és ott van az álomszerű, és ott van egy hatalmas absztrakt tér, egy Rembrandt, és akkor most elmondom, mert el fogunk csúszni időben, hogy nekem végül is akárhogy is töröm az agyamat, mégis akar Rembrandt abban a bizonyos, majd meg fogjuk kérdezni tőlünk a Gábor, hogy ki az igazi álomfestő. Nekem a Rembrandt az álomfestő, mert egyszerűen minden, ami a képben benne van, benne lehet, az álomról és a valóságról, az ébrenlétről, a konkrét és a nem konkrét, ahogy megérinti a figurát, a budapesti Rembrandt, ugye, ahogy megérinti, ahogy ez a sorozat végigmegy, ez tulajdonképpen egy olyan ez, mint hogyha tovább, a továbbadása az üzenetnek, és az álom az valójában mindenképpen egy üzenet. Én legalábbis azt gondolom, mindnyájunk számára minden álom egy üzenet, nem véletlenül annyi álomfejtés zajlik. Itt az álom üzen, az álmon keresztül üzen, az álom maga az angyal üzen, ugye az angyal üzen a Józsefnek, és egy olyan jelzés erejű az, ahogy átadja ezt a mozdulatot, illetve ezt a jelet, a sorozat, ahogy megkomponálja, tehát itt a képépítés adja azt a fantasztikus hatást, hogy az álom és a valóság hogyan tud egyetlen egy egységben megjelenni, és ezt hogyan lehet megjeleníteni. Tehát a Rembrandt nekem ebből a szempontból úgy a színben, úgy, mint a formai és kompozíciós tekintetben egy tökéletes álomfestő, és ez a képe, meg a másik is, de ez talán még inkább az egyik legvonzóbb ilyen álomkép. Pedig Isten bizony az első három kép, ezt láttátok, aznak semminek köze nem volt álmodó emberekhez, meg egyebekhez, teljesen más látomásos dolgok voltak, mégis ezt tartom legfontosabb. Mivel az álom közben kiderült, hogy az álomról fogunk beszélni, az álomhoz nem tartozó képeket ki vagy. Na most a kérdés az volt, hogy szerintem még az időbe belefér, mert már milyen 8 óra? Nem futunk, ugye, vagy valahol futunk, még egy 5-10 perc talán belefér. Igen? Azt mondták nem. Azt mondták, hallottam, hogy nem. Azt mondták nem. Jó, akkor elmondom, hát mindenki elmondhat. Szóval, ha a kérdéseket föltettük, válaszolni kell. Tehát milyen összefüggés lehet az álom megjelenítésnek módja és célja között, és hogyan hat az álom közvetítésének igénye a megformálásra. Ez nem mindegy. Attól függ, hogy mi a cél. Ezért ezt én ilyen szempontból vizsgáltam, elég gyors leszek egyébként, mert sorra veszem 5 képen keresztül. A kollektív és szakrális tartalmú álmok megjelenítésében egy külső nézőpont felvétele az uralkodó. A kép nézői. Innen láthatjuk először is például csak magát az álmodót, mint ebben az esetben, akár még az álom nélkül is a fény, a Jákob lajtójájára a fény folyosó utal, de ugye nincs igazán konkrét létre. Tehát álmodó, álom nélkül inkább. A következő, amikor látjuk Giotto Joachimon, amikor látjuk az álmodót, a környezetét és magát az álmot. Tulajdonképpen a Rembrandt kép is ilyen volt. A következő, ugye a cél, az ábrázolás célja szerint változnak. A következő, amikor látjuk még az álmodót, de ő már benne van az álomban. Ugye nem ugyanaz. A következő, amikor az álmodót külön már nem látjuk, bekerülünk az álomterébe, mi is ott vagyunk, nézőként vagy résztvevőként. Eldönteni se tudjuk feltétlenül, ahogy álomba sem mindig tudjuk eldönteni. Hogy csak nézzük, hogy ott mi történik, vagy benne vagyunk mi is. Ugye mennyire messzire kerültünk már a Rembrandttól. A következő, amikor hát sötét a kép, de talán látjuk azt, hogy az a bizonyos Redon az álom. De azért ott az alvó ember, valamilyen szinten. Hát valamilyen szinten, ha az. Ezt meg kéne nézni, lehetséges. De itt már lényegében
az uralkodó az maga az álom. Amikor feltehetően vagy az álmodó szemével, vagy a mi szemünkkel, de alapvetően már csak az álom víziója. Lehet egyébként, hogy ott van, nem tudom igazán, de engem annyira megragadott ez a homályos, ugye nagyon jellemző az álomra ez a fajta homály. És ez az egyik legnagyobb probléma a képzőművészeti ábrázolhatóságot tekintve, hogy nincsenek formai tapasztalataink és pontos emlékeink sem. Ugye a modell utáni rajz azért mennyivel könnyebb, mint az álom utáni rajz. Kit tartasz, tartotok a három legjobb álomfestőnek, tehát nem álomszépfestőnek, a művészettörténetben? És vagy mondj három álomfestményt vagy grafikát, amelyet kiemelkedőnek gondolsz. Én csak kettőt hoztam, mert hogy éreztem, hogy már kevés idő lett. És ráadásul ezek is összefüggőek. Az Hubert Robert nevű francia 18. századi festő, aki leginkább a rom képeiről vált híressé, ugye minden szennek maga felé hajlik a kezem, mert én az utóbbi időben sokat foglalkoztam a romokkal, meg még többet szeretnék, úgyhogy most benne volt a fejemben. Korunk erre alkalmas. És nála az a különlegesség, alkalmas. Ugye nem tűnik nagyon álomszerűnek ez a képe, de mégsem teljesen reális, inkább talán a vízióba kapcsolódik ez és a rákövetkező kép. Mert amikor a világ első múzeum által, tehát nyilvános közmúzeum által Louvre-t megalapították, ami ugye a francia királyi palotából és annak magánygyűjteményéből adódott át a köz számára, akkor őt kérték meg, hogy a úgynevezett Grand Gallery, ami ma is látogatható, az egy nagyon hosszú szárnya a Louvre-nak, annak egy új rekonstrukciós tervét dolgozza ki. Ő addigra már több mint egy évtized a Louvre, vagy egy királygyűjtemény kurátora volt, úgyhogy logikusan esett rá a választás. Meg hát egyébként is olyan szép romképeket festetett, akkor miért ne építsen is valamit. És akkor ez volt az ő víziója, vagy látványa a Louvre-ról, ami sok szempontból egyébként reális is, mert egy csomó olyan kép van benne, ami mind a mai napig a Louvre gyűjteményében van. Többek között az a Raffaello Szent Család is, amit ő maga másol, tehát így kép a képben alapján, és önarcképként megjelenik ő is ott a jobb alsó sarokban. De ami miatt az egész eszembe jutott, vagy érdekessé vált, az a következő kép, amikor ugyanebben az évben megfestette és kiállította ugyanazon a szalonban, tehát a bemutatón, a Louvre-nak ugyanezt a Grand Galerie-jét, tehát a nagy galériáját romokban. Tehát elképzelte, hogy milyen lenne ez, hogyha ugyanolyan romként maradt volna fönn, mint mondjuk az ókori Róma romjai, és hát így pont annak még hozzávett itt is egy figurát, aki egy műalkotást másol, jelen esetben ugye a híres Apollón szobrot, a Belvedere Apollón másolja egy fiatal művész, aki hát ezen gyakorolja a képességeit, és egy nagyon finom intellektuális trükkel, ő valójában azt akarta ezzel szerintem sugallni, hogy ahogy a nemes római épületek és építmények fennmaradnak több ezer év után is, és hát ma, mint a fenséges és klasszikus építészet csodája, tiszteljük őket, ugyanezekkel a jellemzőkkel bír az ő terve is a Louvre átalakítására, hiszen ilyen szép rom válna belőle, ha esetleg romossá válna, és ugyanúgy példaként szolgálna a jövő építészei és művészei számára, mint ahogy mondjuk akár Raffaello, akár a Belvedere Apollón, hát őket másoló számára azzá vált. Úgyhogy nekem mint vízió és álomkép ez jutott eszembe. De egy harmadikat is megemlítettél, az vagy az titok? Melyiket? Nem veszem meg. Ja, három. De azt vetítettem az előbb, ugye az oszlop. Ja, az a három. Igen, ja, jó. Igen. Hát nem tudom, milyen lesz a ilyen szép rom víziók jönnek-e, esetleg a jövőbe is. Hát a posztmodern építészetbe belefér. Én nagyon gyorsan mondom, hát a Rembrandtot már láttuk, és hogyha visszamennénk a képeimhez még egy pillanatra, akkor még megmutatnám azt a... És hát láttuk a Blake képet, mint egy nagyon fontos képet. Nem mondom, hogy a legtökéletesebb, de ha legurulnál, akkor még a Magritte. Aztán, igen, az itt lesz mindjárt, még egy picit tovább, itt, igen. Nem ezt a Magritte-ot, bár ez egy nagyon érdekes Magritte, mert van benne valami egészen... Ma délelőtt mutattam a tanítványaimnak, hogy
egy ilyen, milyen egyszerű dolog ez. Hát igen, erről szól a modern élet, ahogy a hivatalnokok tömegei esnek lefele a első formájában a kis középszerű polgári házak tetejére. Ezt éljük. Ezeknek az elsőjében járkálunk. Ez egy akkora vízió, nem álom, persze, Isten ügy, hát ha álom, akkor rémálom, tehát akkor az tényleg csatlakos. A Matrix megcsinálta, igen. De ez valahol a Matrix képek közül, amelyek annyi furcsasággal, meg annyi valóban igazilyen látszólagos, még gondolkoztam, hogy azt a sziklát, azt a lebegő sziklát, nem azt is százszor megfestette a Magritte, hogy esetleg az, de az túl látványos lett volna. Ennek a maga egyszerűségében van egy olyan pszichológiai hatása, ami csak egy álom tud igazán. Igen. És akkor te jössz a végére. És a másik kettő a... Hát akkor a Rembrandt és a Blake. Amit láttunk. Giorgione a vihar. Ez számomra duplán álomkép, bár elvéletileg nem lehet igazolni, hogy vagy gyakorlatilag sem lehet igazolni, hogy valóban álomképe. Számomra igen, konkrétan is, és azért is, mert ez az egyetlen visszatérő álmom szereplője ez a kép. Amikor mindig Ferencébe utazom, és ezt a képet akarom megnézni. Tehát nem a képpel lépek be, hanem ezt a képet akarom álmomban látni. De a kép is hallatlanul álomszerű, és szerintem igazolható is, hogy ez egy álom, hiszen ez a pásztor, vagy őr lovag, akit áldogál, és ez a gyermekét szoptató rejtélyes anya egy olyan viharos, allegórikus tárban vannak, tudomás sem véve a villámlásról. Ez nyilván csak álomban lehetséges, hogy nem vesznek tudomást róla, ugyanakkor mégis koherens, összetartozó a vízió, tehát ettől válik álomképé, hogy sokáig ez számomra teljesen reális volt. Aztán lassan kezdett álomszerűvé válni. Éppen ezért, mert ez egy lehetetlen helyzet így. A következő Giorgio de Chirico, egy utca melankóliája és misztériuma. Legalább 35 év óta fogva tart ez a kép, hanem így gondolok rá minden héten, de Giorgio de Chirico körülbelül 7-ig, 8-ig birtokába volt az álomlátás képességének, utána ezt elveszítette, pedig élt még vagy 40 évig, ez egész döbbenetes. Addig viszont hihetetlen, nem az álomra rájátszó, tehát nem úgy, mint a Kubin vagy a Beksinszki, hanem hát talán egy magasabb, de nem rangsorolom, de mégis egy olyan művészi fokon, ami inkább a képzőművészet sajátja. A harmadik pedig Odio Rodin az Álom című képe, ami egy csodaszép festmény. És hadd mondjam még azt, vagy fejezem be azzal, hogy a legjobb álomfestők, mert ez három kép volt számomra, ugyanezek, plusz Kubin, és még a B betűsök. A Bosch, Bröckel, Böcklin, Bacon, Beksinszki. Érdekes, a zenében is van egy ilyen B-betűs sorfestészetben is. Hát akkor eljutottunk a végére, az álmaink végére, és hát nagyon köszönjük, hogy eddig velünk tartottak. Szívből reméljük, hogy ha mi árnyak nem tetszettek, de lehet kérdezni is, igen. De akkor viszont gyújtsunk villanyt, hogy szemtől szembe, hát ne így üljünk, gyújtsunk villanyt, hát úgy nem lehet beszélgetni, hogy a sötétben ülő emberekkel beszélgetnek, nem sötétben ülő emberek. Na jó, de ők már elaludtak, most fölébredtek. Hát ha gondolják, akkor szívesen állunk rendelkezésükre, lebeszélni nem akarunk senkit arról, hogy ne kérdezzem. De ha úgy gondolják, hogy nem, akkor meg... Azért volna jó, mert nekem van olyan érzésem, hogy mivel az álom egy annyira személyes dolog, mi beszélünk hárman, de
valószínű, sokakban lázadoznak a gondolatok, hogy nekik más álmai és más élményei vannak, más művészeti élményei. Mérnök! Kettő között nem beszéltek a rajzszerűen, amiért végtelen lehetőségben nem. És az teljesen kivallott egy nagyon állásságban. A rajz? Rajzfilm. Jogos a kérdés a részben. A rajzfilm átmenet a képzőművészet és a film között, de mozgókép. A beszélgetésünk címe az volt, hogy állom a művészetben, és erre ráértettük kimondatlanul is a képzőművészetet. Arról is beszéltünk. Tehát tulajdonképpen a filmről beszéltünk ugyan, mert az egyik kérdés érintette, hogy vajon nem jobban-e. De csak érintettük. Valójában a film az egy külön elő a beszélgetés témája lehetne, hogy állom a filmben, és akkor már a rajzfilm is jogosan fölmerülne. De egyébként egy mondatban én azt hiszem, úgy tudnék válaszolni, hogy a rajzfilm, ha jól sikerül, egyesíti a film és a képzőművészet erényeit és esetleges problémáit is. Tehát tulajdonképpen már válaszoltunk rá, mert filmről is beszéltünk, és festészetről is, és a rajzfilm az film és képzőművészet együtt. Semmi más. Anyu, még esetleg valaki? Hát ha nem, akkor pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk.